Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Paksi Kistérségi Televízió sportmagazinját, vagyis a Lelátót látják. 6-2-re győzött a Paksi FC, OTP Bank Ligában szereplő labdarúgó csapat a hazai pályán a Puskás Akadémia FC ellen. A mérkőzésen Hán János 4 gólt szerzett, a PFC 10 fordulót követően 17 ponttal a tabella második helyén áll. A Paksi FC labdarúgó csapata kimondotta jó formában várta az utóbbi időben bukdácsoló, ám a Budapest Honvéd elleni elmaradt találkozóját 1-0-ra megnyerő Puskás Akadémia FC-t fogadta az OTP Bankliga 10. játéknapján. A mérkőzés a 6. percben vendéghelyzettel kezdődött, de az első gólt a házigazda szerezte, a 12. percben Bognár szögletét váltotta gólra Hán János. A 15. percben újabb Bognár szöglet következett, majd kisebb kavarodás a Puskás kapuja előtt, a labdát Hán találta meg leggyorsabban, és a paksi csatár újabb gólt szerzett. A 19. percben ezúttal nem szöglet, hanem oldalszabadrúgás következett, amit a zöld-fehérek közül Bertus végzett el. A beadás hajszálpontos volt, a találatot ismét Hán János jegyezte. A 21. percben némiképp váratlanul szépített a látogató, Baluta lőtte ki a hazai kapu bal alsó sarkát. 3-1-es félidő után gyors paksi góllal kezdődött a második 45 perc is, egészen pontosan a 49. minutumban újra Hán János vette be a Puskás kapuját, saját maga és csapata 4. találatát szerezve. A PFC ezt követően sem állt le, az 52. percben Bognár István is feliratkozott a táblára, így már 5-1 volt az állás. A 82. percben megszületett a 6. hazai gól, formás akció után Ádám Martin passzolt a kék-sárgák hálójába. A meccs utolsó gólját Mancer évén ugyan a látogató szerezte meg, de emiatt a Fehérvári úti stadionban senki sem kesergett. A végeredmény Paksi FC Puskás Akadémia FC 6-2 lett. A PFC 10 fordulót követően 17 ponttal a tabella második helyén áll. Olyan labdákat kaptam ma is a társaktól, amit viszonylag könnyű volt begurítani. Ugyanúgy azt gondolom, hogy ez a csapat érdeme. Nyilván mindenkinek nagyon hálás vagyok az edzőnél, és ugye egy új poszton, vagy hát inkább csatárként játszom, centerként fekszik nekem, úgyhogy nagyon köszönöm. Örülök neki, hogy 4 gólt tudtam rúgni, de az elsődleges az, hogy nyerni tudtunk, és ez nagyon fontos most. Annak ellenére, hogy időnként nagyon jól játszottunk, és hát abszolút megérdemelt volt ez a győzelem, és a hozzáállás is megint maximális volt a játékosok részéről. Én a középpályás játékunkkal ma nem voltam elégedett, főleg az első félidőben se a védekezés részével, se a támadás részével. Szerintem ennél markánsabb játékot is tudunk játszani, tehát még inkább több labdabirtoklással és mondjuk úgy, hogy szellemes játékkal lehetett volna megfűszerezni ezt a meccset. Itt van azért hiányérzetem. Egyszerűen nem találok szavakat, hogy 4 nap alatt hogy változhat ennyit a csapatnak az arculata. Szóval nincs mit mondani, hogy szégyen teljes teljesítmény. Nem érdemeljük meg, hogy ezt a meccset felvegyük, és hogy így játszunk a pályán. Hát az eredmény az én hibám, mert ha kikaptunk, de hát ez nem tudok, akármit csinálhatok, vagy fölkészülhetsz a szabadrúgás, szöldekrúgások, hogyha egy játékos nem fogja le a játékosát, vagy az ellenfelét, vagy a kapus, ha nem lép ki a kapuból, ez nehéz ezt így elmondani. Szerintem taktikából föl voltunk készülve, de személyes hibák döntöttek ma, és azt mondom, hogy az ellenfél minden hibából megbüntetett minket. Tehát én ezt magamra veszem, én vagyok az edző, tehát én ebben abszolút semmi gondom sincs. De 6 gólt kapni, az nagyon sok számomra. A Paksi FC a következő fordulóban Kisvárdán vendégszerepel. A mérkőzést november 20-án pénteken 20 órakor rendezik. 2-1-re győzött a Paksi FC 2 labdarúgó csapat a hazai pályán a Dabas Gyón FC ellen az NB3-as bajnokság 17. fordulójában. Kindi István csapata jelenleg 23 ponttal a tabella 9. helyén áll a középcsoportban. Két hasonló erőkből álló csapat csapott össze az NB3-as labdarúgó bajnokság középcsoportjának Paksi mérkőzésén. A legutóbbi játéknapon a 20 ponttal rendelkező PFC 2 a szintén ugyanennyi egységet gyűjtő Dabas Gyón FC-t fogadta. A találkozó első negyed órájában mindkét oldalon adottak lehetőségek, a 9. percben Kovács László lőtt mellé, a 14. Peres próbálkozását védte Rácz kapus. Ezt követően fokozatosan átvette a meccs irányítását a házigazda, a 28. percben pedig a vezetést is megszerezte, Süvöltős Adrián volt a zöldfehérek gólszerzője. A vendégek támadójátéka ebben a periódusban erőtlenné vált, de a 37. percben mégis sikerült az egyenlítés. Történt, hogy egy perccel korábban a paksi Vas Gábor megsérült, cserélni még nem sikerült, így az átmeneti emberelőnyt könyörtelenül kihasználta a látogató, Ablonci Gerjén egalizált. 1-1 volt az állás a félidőben.
A térfél cserét követően ismét támadólag lépett fel a PFC 2, melynek meglett az eredménye. Az 51. percben Szendrei Ákos mesterien lőtte ki a hosszú alsó sarkot, megszerezve idénybeli 7. találatát. A folytatásban jobbára mezőnyjáték zajlott a pályán, egy-egy nagyobb helyzettel, de újabb gól már nem született. A hajrában a hazaiak jobbára ugyan védekeztek és ígéretes kontrákat vezettek, míg a vendég meddő mezőnyfölényben harcolt az újabb egyenlítésért. A végeredmény Paksi FC 2, Dabas Gyón FC 2-1. Kindl István csapata jelenleg 23 ponttal a tabella 9. helyén áll az NB3 középcsoportban. Talán a mérkőzés képe alapján egy ponttal távozhattunk volna. Amiért nem távoztunk, annak egyetlen egy oka van, mert ez a társaság, de most nagyon próbálom magam higgasztani, tehát elhitte magáról, hogy azzal, hogy most az utóbbi hetekben azért szerzett egy pár győzelmet, elhitte magáról, hogy tud is futballozni. Az, ami az első fél időben 10 perc játékunk volt, 200-as helyzetünk volt az elején, tényleg úgy nézett ki, hogy kézben van a mérkőzés, jól kezdtünk, és utána az első fél idő többi 30-35 perce az egymással való vitatkozással, minden ítélet véleményezésével veszekednek, beszélgetnek a pályán, tehát olyan hangokat hallottam, hogy az várható volt egyébként, hogy elég komoly büntetést kaptak a fél időben. A második fél időben már azért sokkal racionálisabban és sokkal koncentráltabban futballoztunk, viszont csináltunk egy óriási védekezési hibát, elvesztettünk egy labdát a védőharmadunkban, azt befejezte a Paks, és ugye visszaállt kontrára, és ugye védekezett. Azért megvoltak az egyenlítési lehetőségeink, de az a csapat, amelyik ilyen felfogásban, amelyik ilyen nagyképűen, ilyen önmagát valaminek képzelően futballozik, az nem érhet el eredményt. Könnyebb mérkőzésre számítottam, nem lebecsülve az ellenfelet. Én azt hittem, hogy ez a Dabas Gyó nem lesz ennyire jó csapat. Nagyon megnehezítették a dolgunkat, főleg az első 5-10 percben voltak problémáink. Utána szerintem kezünkbe volt a mérkőzés, megszereztük a vezetést, és amikor semmit nem játszott már az ellenfél, abban az időszakban kaptunk szerintem egy könnyen elkerülhető gólt. Egy picit ott néhány persze megfogta a csapatunkat ez, de bíztam benne. Szünetben azt beszéltük, hogy menni, és be fogjuk darálni ezt a második fél időbe, ami úgy is lett. A Magyar Labdarúgó Szövetség rendelkezése értelmében az amatőr bajnokságokat, így az NB3-as sorozatot is felfüggesztették. Újabb bajnoki mérkőzésre a koronavírus járvány alakulásának függvényében legkorábban decemberben lesz lehetőség. Cílenics Miklós 7-ként Pupréka helyezetlenül zárt a napokban rendezett budapesti Cselgáncs Grand Slam versenyen. Az atomerő esett dzsúdósai már a közelgő prágai Európa-bajnokságra készülnek. A következő percekben a versenyzők, valamint edzőjük Braun Ákos értékeli az elmúlt időszakot, és beszélnek a jövő kihívásairól. Mindkettőnek elég nehézre sikerült a felkészülése. A Miki elkapta ezt a koronavírust, és így heteket ki kellett hagynia. Gyakorlatilag a verseny előtt egy héttel tudott igazából edzeni, tehát az se volt még olyan teljes értékű edzésmunka, mert ugye fokozatosan kellett visszajönni az edzésekbe, úgyhogy neki ez volt a nehézsége. Ehhez képest én azt gondolom nagyon szép eredmény ez a hetedik helye, és ezzel elég jó pontokat is kapott, az olimpiai kvalifikációba sikerült előlépnie. A Rékával meg Réka felkészülését meg egy sérülés nehezítette. Egyszer az egyik térde, egyszer a másik térde begyulladt, úgyhogy ő se tudott még az edzőtáborokban se teljes értékű munkát végezni. Úgyhogy ez rányomta azért az ő szereplésére is a bélyegét. Akkor elmondhatjuk, hogy ez egy jó felhozó verseny volt itt a közelgő csehországi Európa-bajnokságra, amit vagy megrendeznek, vagy nem? Vagy tudjuk, hogy biztos, hogy igen? Hát felhozó versenynek elég erős mondani, mert több pontot ad igazából, mint az Európa-bajnokság. Tehát egy elég erős versennyel indította a Nemzetközi Szövetség. Már rögtön így a hosszú kihagyás után, egy 6 hónap után. Hát igen, látszott a mezőnyön azért, hogy nem mindenki volt csúcsformában, illetve látszott, hogy mely országok azok, akik úgy meg tudták oldani a felkészülést valahogy, úgy ahogy, meg látszott, hogy kik azok, akik kevésbé. Tehát most még nagyon vegyes volt a kép, és ez azt hiszem, hogy még az elkövetkezendő hónapokban így is marad. Hát az, hogy az Európa-bajnokságot megrendezik-e, azt eddig úgy tudjuk, hogy meg, tehát egy hét múlva utazunk ki. Reméljük, hogy megrendezik.
és milyen eredménnyel lennél elégedett Csehországban, az Európa bajnokságon van-e célzottan dobogó, vagy helyezés, vagy a minél több pont szerzése gyakorlatilag? Hát nyilván éremmel elégedett lennék, hogyha a két paksi érmes lenne, de itt se lesz egyszerű az erre való felkészülés, mert most újabb szigorítások várhatók, tehát még azon is kell gondolkodnunk, hogy tudjuk megoldani egyáltalán az EB-re készülő válogatottnak a felkészülését, a közvetlen felkészülését. Úgyhogy, illetve nem tudjuk, hogy az ellenfelek is szintén mit tudnak készülni, tehát ilyen nagy lutri most ez az egész. Igen, Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor bejelentette, hogy ugye szerdától gyakorlatilag az edzőtermek is bezárnak, nem lehet közös tréningeket végezni. Ilyenkor erre hogyan lehet felkészülni? Egyéni edzésterv alapján? Hát most ebből azt értettük, hogy elvileg a profi sportolók idézőjelben, tehát mondjuk a válogatott kerettagok azért készülhetnek, de hát ugye a judóban partnerek is kellenek, tehát csak úgy önmagukban nem tudnak felkészülni. Most még a judó szövetség próbál a minisztériumtól valami állásfoglalást kérni, hogy mégis milyen formában megengedett egyáltalán a válogatottaknak a felkészülése, illetve hogy a klubokban most tényleg be kell lefejezni a munkát, valamint hogy a hazai versenyeket egyáltalán meg tudjuk rendezni, például most ezen a hétvégén is lenne egy országos bajnokság a legkisebbeknek. Pakson két hét múlva lenne a serdülő országos bajnokság, igen, az is kérdésessé vált így. 8 hónap után végre sikerült egy nagyobb megméretetésen is részt vennünk. Igazából elég fura volt a helyzet, így beköltözés, a szigorítások melletti versenyzés. Igazából az volt talán a legfurább és a legszokatlanabb, hogy ugye végig maszkban kellett lennünk, amíg fel nem álltunk a szőnyegre, ami azért eléggé frusztráló tud lenni, amikor ott már arra vár az ember, hogy felálljon a szőnyegre, és még mindig maszkban áll, és próbálja szívni magát, de nem ugyan az oxigén, és nem ugyanaz az oxigén jut el a testbe, az azért nagyon furcsa volt, de azt mondom, hogy igazából ugyanúgy zajlott körülbelül az egész, ezen kívül, hogy ugye buborékban voltunk, és a maszkot kellett viselni. A felkészülés, igen, abban voltak egy kis nehézségek, amire még igazából teljes mértékben még most sem jutottunk dűlőre, de talán most már megtaláltuk az okot. Körülbelül másfél hónapja felvizesedett az egyik térdem, utána rá két hétre a másik térdem, és azóta az már többször is így felvizesedett, így semmilyen terhelés által, hétvégén akár, vagy csak egy kisebb edzés hatására, úgyhogy voltunk vele orvosnál, és ott mondták, hogy biztosan nem a térdemmel van a baj, hanem egyéb probléma van a testemben, úgyhogy most végigjártam egy góckutatást, egy orvos maradt idáig ki, de valószínűleg már megvan a probléma, és valami arcüreg gyulladást elkaphattam, és ennek egy kicsit szövődménye, és még utóhatása, hogy felvizesedett tőle az ember térde. Még elmegyek még egy dokihoz biztonság kedvéért, de remélhetőleg ez az ok, és akkor ennek a végére tudunk járni, elrendezni, hogy teljesen kitisztuljon az arcüregem, és akkor megvan az oka. Ennek következtében sajnos ezt a verseny előtti egy hónapot nem úgy tudtam végigedzeni, ahogy amúgy szerettem volna, meg szoktam. Úgyhogy tényleg sokat ki kellett hagyni az edzésből, és azért így nem éreztem azt a biztonságot magamban, mint amit amúgy szoktam a szőnyegen, de tényleg úgy érzem, és talán az Ákos is azt mondta, hogy ahhoz képest tudtam úgy teljesíteni, ahogy szerettem volna, vagy majdnem, mert azért persze az ember nem azért megy oda, hogy egyet nyerjen, egyet veszítsen, de úgy gondolom, hogy mindent kihoztam magamból az első és a második meccsen is. Sajnos ez így is kiesés volt, de talán bizakodhatunk a jövőben. És milyen volt ez a két mérkőzés? Hogy érezted magad a szőnyegen? Az első ellenfeledet le tudtad győzni, a másodikat már nem, de mégis hogy érezted magad a szőnyegen? Ennyi kihagyás után itt ugye több hónap versenyzés ki. Igazából nagyon furcsa volt, mert ahogy így bementünk a terembe, meg elkezdtük ezt az egész rituálét, hogy bemelegítés, készülése, hogy felmegyünk a szőnyegre, egy kicsit ilyen olyan érzés, amikor így
valamit csinál az ember, de ott úgy ott hagyja egy picit, és így visszatér, és újra elkezd egy kicsit jobban izgulni, és úgy tudja, hogy mit kell csinálnia, de azért végigfuktatja, hogy ez hogy működik. Emlékszem, még este azon gondolkoztam, hogy én hogy is szoktam bemelegíteni, hogy végig, pontról pontra végigjártam, hogy mit is csinálok. Persze tudtam, hogy mit csinálok, de azért mégis, hogy egy kis biztonság legyen. De én jól éreztem magamat igazából a szőnyegen, meg már kellett is ez, hogy végre valamit azért csináljunk, úgymond, hogy ideig csak itthon voltunk, edzettünk ugyanúgy, de mégis azért nálunk az a megmérettetés, hogyha versenyen is meg tudjuk nézni, hogy hol tartunk. Igazából én tényleg jól éreztem magamat, jobb lett volna még egy kicsit, főleg itt itthon menni, de most sajnos erre volt elég. Csehország Európa-bajnokság következik, itt milyen tervek, vágyak, remények? Ezt a kérdést nagyon szeretem. Főleg, hogy nem szeretik így előre belebocsájtkozni semmibe, de igazából most úgy gondolom, hogy mióta megvolt ez a Grand Slam, azóta úgy nagyjából vissza tudtam térni, a térdem sem akadályozott úgymond, úgyhogy bizakodó vagyok, remélem, hogy sikerül azért előrébb végezni, és pontok szempontjából sem lenne azért olyan rossz, hogyha sikerülne elcsípni egy érmet akár, vagy egy helyezést. A lényeg az, hogy jól érezd magad a tatamin. Az is. És ugye most szigorítások léptek életbe, egészen pontosan szerdától szigorodnak megint a szabályok, az egészségügyi szabályok a koronavírus járvány miatt Magyarországon. Az edzőtermeket is érinti, benneteket is érint, az edzéseket is érinti. Hogyan lehet erre felkészülni? Elsősorban pszichésen kell ilyenkor rendbe tennie magát az embernek? Hát mindenféleképpen, mert ugye minket is évelején nagyon váratlanul ért ez az egész, és ott azért bármennyire is nem ismeri be az ember, azért kicsit megrogyott, hogy minden abba kellett hagyni, eltöltek az olimpiát, de talán most már erre jobban fel voltunk úgymond készülve, mert tudtuk, hogy jönni fog. Úgyhogy azt mondom, hogy tényleg ezt fejben kell lerendezni, és tudni kell ezhez alkalmazkodni, hogy remélhetőleg azért a versenyeket engedik megrendezni, és arra tudunk menni, de lehet, hogy az edzőteremben majd nem biztos, hogy be fogunk tudni jönni, de azért remélem, mert ez saját terem, úgyhogy remélem be fogunk majd tudni jönni edzeni, mert az mindenképp kell, mert a verseny azért anélkül nem megy. Február végén versenyeztünk utoljára, és a márciusi korlátozásokat követően most sikerült úgy újra eljutni a szőnyegre versenykörülmények között. Én hát a verseny előtt egy jó pár héten megfertőződtem sajnos koronavírussal, és hát hetekkel a szőnyegre lépésemet megelőzően szereztem vissza a sportolós engedélyemet, úgyhogy ha előre mondták volna, hogy bejutok a legjobb 8-ba, azt aláírom, de egy utólag, ahogy a meccseken szerepeltem, illetve úgy éreztem, hogy azért még van keresni valami, illetve több volt ebben a versenyben, utólag nem. De van benne pozitívum is, negatívum is, minden esetre jó volt versenyezni. Milyenek voltak az ellenfelek, mennyire voltak kellemetlenek, mennyire voltak könnyűek? Igen, mint ahogy említettem, hogyha előre mondják ezt a legjobb 8 bejutást ebből, ugye az következik, hogy egy komoly mezőn gyűlt össze, olimpiai kvalifikációs versenyről volt szó, úgyhogy nem mondanám őket könnyűeknek semmiféleképpen, mindegyik kimeccs volt, 4 mérkőzésen volt, ebből 2 sikerült nyerni. És jól érezted magad a szőnyegen? Tehát ettől függetlenül, hogy 2 nyerték, 2 kikapták, 2 vereség lett, ettől függetlenül úgy jó volt, hogy pozitív töltettel jöttél le? Ez hullámzó, mert az első fogyást követően ugye azért nehéz versenyezni, hát 8 hónapja nem hoztam a versenysúlyomat, úgyhogy amikor elkaptam a vírust, akkor terveztük abban az időszakban, hogy egy súlyközeli állapotot fogok produkálni. Na most a vírus miatt, mert a betegség miatt erre nem volt lehetőség, úgyhogy maradt a verseny és élesben ment ez a főpróba. De ettől függetlenül ezt leszámítva jól mindenféleképpen. Az érdekes, hogy buborékrendszerben rendezték meg a versenyt, komoly szigorítások voltak jelen, illetve nézők nélkül rendezték meg. Ami fura, de legalább van verseny. Kezdődik az Európa-bajnokság, ugye Csehországban lesz a következő nagyon komoly megméretetés. Itt tűzöl ki magadnak, vagy szoktatok beszélgetni arról, hogy milyen helyezés, milyen célok, vagy érezzem jól magam a szőnyegen is, nyerjek minél többet, aztán meglátjuk a végén, hogy dobogóra állok, vagy egy jó helyezés lesz. Nyilván mindenki tűz ki magának egy olyan célt, amit majd utólag azt mondja, hogy elfogadható számára.
de ilyenkor most nem azzal foglalkozunk, nyilván a formai időzítéssel, a súlybeállítással, illetve most vagyunk túl egy osztrák edzőtáboron, ami úgy gondolom nagyon jól sikerült, és rég volt már arra példa, hogy külföldi, nemzetközi mezőnnyel ott is komoly szintű partnerekkel tudtunk készülni, úgyhogy várjuk az Európa bajnokságot. Azt mondom, hogy majd utólag értékel. És milyen volt egyébként a mezőny a budapesti megmérettetésen? Mondom, nézted a többieket is, hogy milyen formában vannak ki, hogy áll bele egy-egy küzdelembe. A többiek úgy jól néztek ki, vagy mindenki azért egy kicsit így le volt ülve még? Most mi is ugye azt hát így előre ugye azon gondolkodtunk, hogy abból indultunk ki, hogy mi nem voltunk külföldön edzőtáborban. Ugye nagyjából csak egymással tudtunk edzeni, így a válogatott keret, hogy lehet, hogy nem leszünk olyan jó formában, de ennek ellenére azt gondolom, hogy nem sikerült olyan rosszul, és nem azt mondom, hogy annyira fényesen sikerült, de nem sikerült olyan rosszul, illetve volt egy-két nemzet, aki kimagasztott a mezőnyből, akik komoly partnerállománnyal rendelkeznek, mint mondjuk Oroszország, azért az láthatóan jobb eredményeket értek el, illetve azt mondom, hogy így utólag szerintem ezzel megállapodtunk volna, tehát hogy ez így rendben volt. Ugye ismét szigorítások lépnek életbe szerdától, megint egy kicsit nehezebb lesz az élet Magyarországon. Hogyan lehet most akkor majd a felkészülés, hogyan lehetnek majd most az edzések, tudod-e már, tudjátok-e, már beszéltetek erről? Na, ez egy nagyon jó kérdés és aktuális is, mert ugye az interjút megelőzően még telefonbeszélgetésben voltam pár illetékessel ezzel a témával kapcsolatban, semmit nem tudunk, tehát nyilván lesznek szigorítások, az, hogy a profi sportot engedik, hogy milyen módon, milyen formában tudjuk ezt kivitelezni, mert ez egy partnerigényes sporták, kontaktsporták, tehát nagyon sok kérdés felmerül. Úgyhogy várjuk majd az erre vonatkozó előírásokat, illetve majd, hogyha le lesz írva a rendelet, akkor majd pontosan fogjuk tudni. Ezek voltak az elmúlt napok legfontosabb sporteseményei Pakson. Jövő héten Dalos Tibor várja majd Önöket friss hírekkel. Addig is nézzék a paksi kistérségi televízió műsorait. Viszontlátásra!